De ügyes vagy. Ez nem lesz számít. Nagyon ügyes vagy. A 7 éves Hella is besegített a szupernagyiknak a tésztakészítésben még augusztusban a Cédrusnet iroda udvarán berendezett nyári konyhában. Nagymamáját gyakran elkíséri az ehhez hasonló programokra. Mi össze vagyunk nőve. Nagyon sokat van velem, segít sokat otthon. Ide is szokott jönni, mert anyukája dolgozik. A fiatal lánynak kedvenc munka folyamata is lett a nap végére. Amikor tekerni kell, és jön ki belőle a tészta. Farkasnép Repszen Tünde, a Cédrusnet iroda vezetője, elmesélte, hogyan jött a tésztakészítés ötlete. Egy másik rendezvényen szóba kerültek a tésztagépek, és kiderült, hogy nagyon sok nagyinak van otthon, ugye a mi szupernagyjaink itt vannak most jelen, és hogy nagyon soknak van otthon tésztagépe, de nem nagyon szokta használni. És akkor Évinek jött az ötlete, hogy csináljunk egy ilyen közösségi eseményt ebből, hogy itt megcsináljuk a házi tésztát, és mivel a felajánlásból kaptuk a lisztet és meg a tojást is, ezért mi is tovább adományozni szeretnénk majd ezt az elkészült tésztát. Szabóné Gehér Éva elmondta, hogy még nem tudják pontosan, hova juttatják el az adományt, de annyi biztos, hogy rászorulókat szeretnének segíteni vele. A szupernagyik koordinátora azt is megosztotta stábunkkal, hogyan készül a széles metélt. Az egyik nagy rendszeresen készít tésztát otthon, a recept tőle származik. 8 tojásból készítjük a tésztát. 8 tojást fölvertük, 1 kiló liszthez hozzáadtuk, és menet közben, mikor igényelte, akkor még egy tojást adtunk hozzá. Mikor összegyúrtuk a tésztát, ami nem kis dolog volt, akkor állni hagytuk, pihentettük egy negyed órát, utána földaraboltuk, és a tésztanyújtógéppel, mert ezt a segítséget azért igénybe vettük, tésztanyújtógéppel kinyújtottuk, egy pici száradás után pedig aprítottuk. Úgy gondoltuk, hogy most egységesen széles metéltet készítünk, mert ezt így több mindenre föl lehet használni. Szabóné Gehér Éva azt is elmondta, hogy nem tűztek ki konkrét célt azzal kapcsolatban, hogy mekkora mennyiséget szeretnének elkészíteni, de annyi biztos, hogy a nagyik várakozáson felüli hatékonysággal dolgoztak. Kicsit azért tartottunk, hogy milyen lesz, mennyit tudunk készíteni, hogy sikerül. Nem a nagyikban nem bíztunk, hanem úgy egyáltalán, hogy elegendő tészta lesz. Meglátjuk majd, hogy kiknek fogjuk felajánlani. De akkor azt el lehet mondani, hogy sikeres volt a mai program? Én úgy érzem, hogy igen, hogy a tészta mennyiségét nézem, a nagyik lendületét, jó kedvét, akkor mindenféleképpen sikeres volt a mai nap.